Tardi Pál vagyok. Egész röviden szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy itt már Hámori professzor úr visszament már az általános iskolai oktatásra. Én még visszább mennék a családra, a családoknak a szétzülése és a családi életnek a visszaesése, a családi etika romlása, hogy milyen hatása van. Egy tanulmány szerint a zöld könyv, amelyik a közoktatásról szólt, kimutatták, hogy az első osztályos első osztályban nyújtott eredmények gyakorlatilag meghatározzák azt, hogy az általános iskolában milyen teljesítmény nyújt egész végig. Márpedig az, hogy az első osztályban milyen teljesítmény nyújt, az igen döntő mértékben függ az, hogy milyen családi környezetben nőtt föl. Tehát az, hogy azokban a családokban, ahol a környezet olyan, hogy nem tud igazán még a tömegkultúra alapjaihoz sem hozzájutni, azokban kötelezővé kellene tenni a iskola előtti közösségbe járást és az ottani oktatást, nevezik azt akár óvodának, akár bölcsődének, akár előiskolának, de a lényeg az, hogy hosszabb távon nem tudunk javítani ezen a helyzeten, hogyha a családi nevelést sem nem javítunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Bazsa György vagyok, a Debrecen Egyetem fizikai-kémiai tanszékének tanára, és ebben a minőségemben a ma esti legnagyobb, legkelemesebb élménye az volt, amikor egy magyar történelemszakos tanár azt mondja, hogy a vizet lehet mágnesezni, csak éppen a másodperc nagyon kis törtőszék tart, az egész valóban így van. Nem azt mondja, hogy valami hülyeségről beszél, amikor valaki a víz mágnesezéséről beszél, hanem azt mondja, hogy ennek van fizikai alapja, és ennek vannak normális korlátai, és innentől kezdve mondanám én, hogy ez az egy kultúra. Ezt kellene azt gondolom komolyan venni, hogy a közoktatásunkban ott tartsunk egy kultúrát. Ott még lehet, és ott kell tartani, hogy a gyereket egyaránt meg kell tanítani arra, hogy szeresse az verset, hogy értse ezeket az egyszerű dolgokat, hogy pivíz az miért nem igazán normális javaslata akármilyen gyógymódra, mert az felsőoktatásban már szükségszerűen szakosodunk. Ott már nagyon nehéz azt mondani, hogy mindenki innentől kezdve, hogy orvosnak készül, annyit tanuljon, vagy valamennyit tanuljon irodalmat, és mondhatnám a fordított példát is. Ott már ez természetesen belejár, de ott is van szándék erre, csak hát nem tudjuk értelmesen megvalósítani, mert vannak ilyen 5% körüli tantárgyak, amelyek az értelmiségi nevelés célját tűzik maguk elé, és ennek következtében mindig a másik kultúrából kellene, illene, jó volna, ha fölvennék a hallgatók, és igazából bele is gondolnának, és okulnának belőle. Nem ez a gyakorlat, sokkal prózaibb és sokkal elszomorítóbb a gyakorlat sajnos, de a szándék egyébként megvan, nem igazán sikeres megvalósításban. Ennek a közoktatásnak teljesen egyetértek Pokorny Zoltánnal abban is, hogy ez a maximalizmusa, ez tarthatatlan. Én most még egy akadémikusunk van, kettő volt az előbb, nem felrólni akarom, de ez szerintem oda vezethető vissza. Volt az akadémiának a 70-es években egy elnöki közoktatási bizottsága, azt is nyugodtan mondom, hogy Marsz György vezetésével, nem azért, mert hogy már nem tud vissza védekezni. Ők próbálták meg, az én véleményem szerint, és ezt leírtam sokszor már, megpróbálni azt, hogy a tudományt besűrítsék a közoktatás tananyagába, ami akkor is lehetetlen volt. És ez volt a következménye annak, hogy most maradjak a személyes példánál, hazajön a hatodikos fiam, és azt mondja, hogy apa, nekem meg kéne különböztetni a céltárgyat, meg az eredménytárgyat. Mondom, édes fiam, én ezt nem tanultam, nem tudom. Fölhívok egy magyar szakos akadémikust, hát ugye itt vagyunk ebben a baráti ismerési körben. Elmondja, hogy hogy gondolja, másnap mi az eredmény, a tanár mit mond, nem így van, édes fiam, fordítva. És hát ugyanúgy meg kellett volna tanulnia mondjuk az atomokban lévő 4 magerőnek a képletét és hatását, amit lehet bevágni, de hát arra, hogy azt a klasszikus latin felfogást, hogy nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, ezek a maximalizmusok abszolút alkalmatlanok. És ez sajnos tele van vele a közoktatásunk. A tanáraink csupa, főleg az elit tanárok, akik egyébként nagyszerű gimnáziumi meg szakközépiskolai teljesítménnyel remek olimpikonokat nevelnek, treníroznak, nem akarok erősebb kifejezést mondani, de hát erre a szintre, erre a követelményrendszerre nem lehet a tömegoktatást alapozni. Azt arra kell alapozni, arra a science mentalitásra, amelyik valóban azt gondolom, hogy viselhetővé, tanulhatóvá és főleg élményszerűvé tudja tenni a gyerek számára ezeket az ismeretanyagokat, és akkor belőle gondolkodó ember lesz, és valamilyen területen pedig elinduló is szakmát fog majd tanulni. És hát végül én
ugyanúgy gondolkodom az emelt szintű érettségéről, ennek megvan a maga funkciója, jelenlegi változatában nincs meg. Ez diszfunkcionális. Én írtam 2005-ben egy kétoldalas kis akármit arról, hogy az a két szintű érettségit hogy volna értelmes és érdemes bevezetni. Az volt a cím, hogy romló érettségi, és bátorkodtam az OM-et két nagybetűvel kiemelni. Jelezve, hogy ezt az oktatási minisztérium akkor, ahogy elhangzott, elszúrta, azóta is, a rektorok is, bocsánat, elszúrták, mert más érdekek vezérelték őket. Úgyhogy, ha ezt sikerül visszatenni, visszahozni ebbe az értelmes funkcióba, és ez természetesen egy-két év alatt nem lehet, de 5 éves távlatban ez kitűzhető, akkor itt tudunk a magyar értelmiség, a magyar fiatalság számára egy olyan egykultúrás mentalitást kialakítani, amelyik nem disztinkt bele a kettő között, hanem tényleg kultúrát jelent. Köszönöm. Köszönöm szépen. És végül tessék. Én csupán csak egy megjegyzést tennék. Ha Sárközi elnök bejelenteni, hogy a francia köztévében holnaptól nincs reklám, akkor attól a naptól háromszor annyit érne mondjuk a Barátnőjek magántelevíziója.